Milyen szabályok vonatkoznak most itt a bentlakókra az otthonban? Minden héten ugye tesztelések folynak az intézményben, teszteljük a lakókat és a dolgozókat is. Szigorításokat hoztunk eddig is, most viszont a tesztelés eredménye tette szükséges az, hogy még komolyabb szigorítást hozzunk, illetve hogy lezárjuk az intézményt. Ugye erre a jogszabály lehetőséget ad, hogy az intézmény vezetése, ha úgy gondolja, a biztonság megőrzés érdekében ezt megtehetjük. A lakók uh, szabadon közlekedhetnek uh, itt az otthonban? Nem, most hétfőtől egyébként is szobakarantén van elrendelve, tehát hogy ne találkozzanak egymással. Ez azt jelenti a szobakarantén, hogy például az étkezés is a szobákban történik, és hát most uh, szünetelnek a, azok a szolgáltatások, például a istentiszteletek, vagy különböző foglalkozásokat sajnos nem tudunk tartani. Tehát igyekszünk ezekkel az intézkedésekkel megakadályozni, hogy a járvány tovább terjedjen. Na most a hozzátartozók hogy tart? a kapcsolatot mégis a, a szeretteikkel? Hát mielőtt ugye lezártuk az intézményt, természetesen a hozzátartozók ki lettek értesítve e-mailben, illetve ö, telefonon. Hát megértéssel fogadják, telefonon tudjuk tartani a kapcsolatot. Körülbelül lehet azt tudni, hogy meddig tart ez az otthon lezárás? Minden héten tesztelések folynak, mint ahogy már említettem, és akkor a tesztelések eredményétől tesszük függővé. Egyelőre úgy értesítettük ki a hozzátartozókat, és hogy ugye visszavonásig érvényes, és akkor természetesen, ha úgy látjuk, hogy javul a helyzet, illetve a lakóinkat biztonságban tudhatjuk, akkor fogunk nyitni, és akkor várjuk szintén a látogatókat.